Megbeszéljük-el, folytatjuk a mai műsort. Itt van velünk a stúdióban Rózsa Péter. Jó napot kívánok, szia! És Bolgár György remélhetőleg. Halló! A remény valóra vált, itt vagyok. Szevasz, Gyuri! És hát ilyenkor a heti híreket, illetve az eseményeket szoktuk megbeszélni. Kezdjük is azzal, amivel itt szinte minden lap foglalkozott, holott hát semmi értelme nincsen, legalábbis szerintem, majd elmondjátok ti, hogy van-e értelme. Mégpedig, hogy nyilvánosak lettek a képviselők vagyonbevallásai, mármint nem most, hanem most hozták nyilvánosságra ezeket. Mészáros Lőrinc vagyona is megjelent a Forbes listán, aminek egyébként a képviselői vagyonokhoz hivatalosan semmi köze nincsen. De ez is hozzátartozik a témához, 407,7 milliárdja van állítólag. Mennyire veendők komolyan a vagyonbevallások, Gyuri, tőled kérdezem először. Hát először is azt mondom neked, hogy ne legyél olyan nagyvonalú, azt mondom 407 milliárd valamennyi, ha 407,7 csalnak, most nincs előttem a szám, akkor 479 milliárd. Lehet, hogy neked az a 70 milliárd nem számít, ide vagy oda, de szerintem még Mészáros Lőrincnek is számít valami. A Forbes-tól vettem ezt a számot. Nem kell annyira komolyan venni a számokat, mert nem ennyi van neki otthon a párna alatt, vagy a padláson, vagy elásva a kert végében, hanem így becsülik a különböző vagyontárgyait, vagy vállalatait, inkább a vállalatainak értékét, vállalataiban való részesedése értékét. Mindenesetre a lényeg az, hogy abban az évben, amikor a magyar gazdaság súlyos válságba került együtt a világ összes többi országával, és legalább 5-6%-kal visszaesett az úgynevezett GDP, a nemzeti össztermék. Aközben Mészáros Lőrinc gazdagodása nemhogy megállt volna, hanem nagyon jelentősen erősödött, folytatódott tovább. A 400 milliárd körüli korábbi vagyona talán 70 milliárddal lett több. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, ez az igazi ügyesség, ez az igazi tehetség, válság idején is jelentősen megerősödni, gazdagodni. Egy kis probléma van, hogy ehhez a gazdagodáshoz a kormány nagyon tevőlegesen járult hozzá, akár közvetlen vissza nem térítendő támogatások formájában is. Hát kit kell megsegíteni válság idején, hanem a bajban lévő leggazdagabb embert, meg egyéb közbeszerzésekkel. Úgyhogy éljen Mészáros Lőrinc, de különösen éljen a kormány. Még annyit szeretnék itt hozzátenni, hogy igazad van, a Forbes-on az jelent meg, hogy 479,4 milliárd, de egyéb lapokban egyébként 407,7 milliárd jelent meg. Én nem tudom, hogy hova van. Akkor a többi lap, hova tűnt a 72 milliárd. Mert a Forbes-ban jelent meg az eredeti. Igen, azért mentem most rá, hogy valóban neked van igazad ebben, de én is hivatkoztam, például a hvg.hu-ban 407,7 milliárd jelent meg. Ez is mutatja, hogy zavarva egyetlen nagy vagyonról van szó. Nem tudja senki, mennyi pénz már ez. Nem is tűnik. Azt akartam kérdezni Gyuritól, hogy úgy megpróbáltam végig silabizálni, hogy az nagyon nagy gazdag emberek a világban, milliárdosok, tényleg akiknek a neve forog meg közismert, Elon Musk-tól kezdve, a egykori Robert Murdoch-től kezdve, stb. Hogy mindegyiknek a neve mellé oda tudom tenni, hogy mi az, amit ő létrehozott. Vagy bankár, vagy feltaláló, vagy médiamágnál, és számtalan termék jut az eszembe. Mészárosan mi jut eszedbe? Orbán Viktor pénztárcája. Ja. Ugyanazt válaszoljuk. Na, tessék, a nagy szellemek. Jó. De azért ezek a nagyon gazdag emberek nem feltétlenül egy bizonyos dologhoz értenek, illetve igen, egyhez, a pénzhez, annak a befektetéséhez, annak a menedzseléséhez. Hát akár Jeff Bezos, aki az Amazon, vagy média tulajdona is van a Washington Post. Ez az ember ahhoz értett, hogy hogy fektessen be bizonyos dolgokat, miben lát valamiféle kifutást, valamilyen fejlődési lehetőséget, milyen új gazdasági tevékenységben, vagy akár műszakiban, mint Elon Musk, és így tovább. Nem egy dologhoz értenek konkrétan, hanem azt tudják felmérni, hogy miben van fantázia, miben van lehetőség, és aztán a jó ötleteket valahogy úgy tudják elrendezni,
magukban is, meg a társaságukban is, meg aztán kivitelezni az egészet, hogy az jól meg legyen szervezve. Nem elég egy zseniális ötlet, hanem azt végig kell vinni. Ezek az emberek ehhez értenek, hogy Mészáros Lőrinc mihez ért, az csak a jóisten és Orbán Viktor tudja. Hát Mészáros Lőrincnek is vannak olyan fantasztikus befektetései, amelyek egyik pillanatra másikra csillagokig emelkedtek. Mátrai erőmű. És a mátrai erőműve, ami befucsolt, még azon is keresett. Az a kétszeresét. Igen. Hát kb. Igen, 7 milliárd után 14 milliárd volt, azt hiszem, amennyire visszavette az állam. Aztán de lehet, hogy tévedek, de jelentő. 16 vagy 17 igen? volt. Igen, akkor még többen. Amit az állam fizetett ezért. Igen, tehát megveszed, rá veszteséges, nem tudsz vele mit csinál, nem fejlezett, állam visszaveszi dupla pénzem. Gyuri, úgy azért jó befektetni, hogy meghozod a törvényeket a parlamentben, és annak alapján hozod meg a befektetéseidre a döntést? Hát természetesen. Még ráadásul még jobb befektetni szerintem úgy, hogy nem is tudod, hogy milyen kockázatokat válasz, vagy hogy mibe fektetsz bele, hanem megmondják neked. Ez biztos, ide tedd a pénzt, ez a pályázat, ez is biztos, ezt pályázd meg, ezt csináld meg, ennyiért csinálod meg, viszontlátásra, hát ez a legkönnyebb. Erre van egy nagyon jó példám. Még évekkel ezelőtt történt valamikor 2013-ban, hogy egy építéscsapat elkezdte tanulmányozni az akkor már Isten tudja hanyatszóra módosított építési törvényt. Fidesz ugye hát gyakorlatilag percenként módosít valamit. És az egyik építész kiszúrta a következőt. Mondom, 13-ban vagyunk. Hoztak egy tiltó rendelkezést, egy beépítési tilalmat adott paraméterekre lebontva, majd benne volt a klauzulában a következő. A törvénye pontja 2014. március, nem emlékszem pontosan, mondjuk 13-ától május 15-éig hatályon kívül helyezendő. Tudtuk, hogy valaki abban az időszakban fog építeni valamit, ami egyébként az általános törvényi szabályozásban nem lehetséges, de arra az időszakra már előre föl volt szabadítva. Ez zseniálisak a fiúk. Zseniálisak. Hát nem zseniális, így működik a pártállam. Annyi a probléma, vagy annyi a idézőjeles zsenialitás, hogy itt még formálisan egy polgári demokratikus rendszer létezik, vagy formálisan egy jogállam létezik, úgyhogy bonyolultabb szabályokat kell betartani, vagy alkotni, mint az egypártrendszerben. Hát ezeket a bonyolultabb szabályokat próbálják úgy megfirkálni, hogy ugyanaz legyen a végeredmény, mint hogyha egy párt dönt, és aztán kijelöli a döntésének kedvezményezettjeit és kárvállottait. Hát bár amit Stokrihád, a rádió vezérigazgató körülbelül egy órával ezelőtt a Gábor neked elmondott arról, hogy ez a bírósági legutóbbi döntés, hogy a jogvédelmet mire hivatkozva nem kapja meg a rádió, ez azt mutatta, hogy mindegy. A médiahatóság döntését törvények már nem szabályozzák, mert a bíróság is úgy értelmezte, hogy azt sem, amit akar. Nem kötik jogszabály, nem kell neki bizonyos jogszabályok szerint elhatározni, hogy ki kap frekvenciát és miért. Akkor már régen nincs jogállamiság. Akarsz ehhez még valamit hozzátenni, Gyuri? Ha már a médiatanácsot szóba hoztad, bár talán külön téma is lesz, nem tudom, de az például nyilván nincs előírva a törvényben, hogy az összes szabad frekvenciát meg kell pályáztatni, hiszen ez egy olyan állami vagyon, amit érdemes működtetni, kamatoztatni, vagyis bevételt, állami bevételt szerezni belőle, és ráadásul hozzájárulni a szólásszabadsághoz, hiszen minél több rádió van, annál több vélemény, vagy hír, vagy akár szórakoztatás jöhet a rádiókból. De ami korábban használt frekvenciánkat, a 95,3-at, az elmúlt 7 évben a médiatanács elfelejtette megpályáztatni, pedig ott hever az állami vagyon, csak ki kell bányászni. Miért nem tették meg? Miért hanyagolják el? Biztos lett volna valaki, aki fizet érte. Igen, de azt hiszem azt átminősítették a 95,3-at hasonlóvá, mint amilyen a miénk, a 92,9. És az sem kereskedelmi rádióként kerül majd értékesítésre, ha ez egy kicsit ellentmond egymásnak. Lehet, hogy így van, lehet, hogy így van, de ettől még azért vannak a frekvenciák, hogy azokon szóljanak. Lehet, hogy nem keletkezik belőle állami bevétel, az se olyan tragédia, de az már igen, hogyha a szólásszabadsággal csak korlátozottan lehet élni.
akkor most nem tudom, hogy ugorjunk-e, de vegyük úgy, hogy ugrunk egyet a bezártsággal kapcsolatban. De bocsánat, eszembe jutott valami, hiszen az eredeti kérdésed a vagyonnyilatkozatokról szólt, csak utána átmentünk Mészáros Lőrincbe, akinek nem kellett vagyonnyilatkozatot benyújtania. Gyuri, azt kérdeztem, hogy mennyire vendő komolyan a vagyonbevallások, ezt kérdeztem tőled. És hát erre úgy gondolom, hogy egyértelmű a válaszod, hogy semennyire se, azt gondolom, de akkor miért csinálják még azt, hogy kérdezzem meg, hogy miért kell ezt nyilvánosan, miért nem tüntetik el? Miért kell ezt nyilvánosságra hozni, mert hogy nem csak nálunk már, mint az ellenzéki vagy a kormánykritikus oldalon jelennek meg ezek a számok, hanem a kormánypárti oldalon is. Nézd, az, hogy következménye konkrétan nincs a vagyonbevallásoknak, ez már mindenki számára egyértelmű, de azért minden évben valamennyi érdeklődéssel figyeljük mindannyian, hogy na mégis Orbán Viktornak sikerült-e néhány százezer forintot megtakarítania? Nem sikerült. Kiderült, hogy nem. És ebből is sokan levonhatnak valamilyen következtetés. Hát a rossz üzletember. Igen, például. Nem, nagyon, nagyon becsületes, puritán ember, és a vidéki emberek többsége ezt nagyon tiszteli. Igen. Erről aztán van szó. Azt is le lehetett vonni például, most már nem Bártfai, hanem csak Máger Andrea tárca nélküli miniszter vagyonnyilatkozatából, hogy jó néhány értékes ingatlannal gyarapodott, ráadásul ingyen. Nem tudjuk persze, hogy mitől lett ez a sok új vagyona ingyen, biztos megvan a magyarázat, ez már nincs benne a vagyonnyilatkozatban, de talán föltűnik néhány embernek, hogy jé, ez is milyen érdekes. Meg vagyonnyilatkozat, az lett belőle talán a legérdekesebb, ami nem szerepelt mondjuk Rogán Antalnál, viszont kiderült a sajtóban néhány nappal a vagyonnyilatkozatok előtt, hogy nem, a vagyonnyilatkozatból derült ki, hogy megházasodott titokban, pedig eddig minden mondjuk házassága a nyilvánosság előtt zajlott, és majdnem a celebek életét élte a Rogán házaspár, de most titokban házasodott, és aztán kiderült az már nem a vagyonnyilatkozatból, hogy a házasságkötés előtt néhány héttel a felesége és annak családja, illetve családi köre valami 1300 hektár földhöz jutott, 1 milliárd 600 millió forintért, amiük lehetne éppen, de nem volt, mert a 95%-át a vételárnak egy állami tulajdoni banktól kapták. Gondolom, te is, Gábor, ha akarnál földet venni, besétálnál az állami tulajdonú bankba, azt mondanád, hogy hát van nekem 2-3 millió forintom, de szeretnék 100 millióért földet venni. Adnának kölcsön? Adnának. Biztos adnának. Hát hogy ne adnának? Ha fél meggyőző vagy, és őszinte, és szemébe nézel a banki alkalmazottnak, akkor adnak. Ez nagyon rá. Pláne a Budapest Bank az ilyen. Feleségül. Hát lehet, hogy el kell venni feleségül. De egyébként a Mészáros Lőrinc is elvált, és ez nem látszik meg a vagyonán, vagy nem tudjuk, hogy meglátszik-e, mert hogy ezek ilyen bestlések, amit a Forbes hozott ki, az is. Tehát lehet, hogy semmi köze nincs a valósághoz ennek a 479,4 milliárd forintnak. Ezek az úgy ismerhető, különböző üzleti érdekeltségeiben fellehető összegek, amiről itt szó van. Szóval a Szakonyi is ezt szokta mondani, amikor a 100 leggazdagabb magyar kijön, hogy hát ők velük nem áll szóba egy csomó ember, többek között a Mészáros Lőrinc se, tehát nem ad segítséget, támpontokat, hogy mi alapján. Nekik a különböző üzleti és egyéb cégbírósági adatokból kell rájönniük arra, hogy ez a összeg ez mekkora. De azt hiszem, hogy ez most már tényleg ugorhatunk ettől. Mégpedig ugorjunk a koronavírusba bele. Jaj. A fővárosban az enyhe többség már a megfontolt nyitás mellett van. Ez a Publikus Intézetnek a felméréséből derül ki. A megkérdezettek közel negyede, 23%-a szerint még nincs itt az idő a nyitásnak. A szabályok lazításának ám háromnegyed, ők, ha 75%-uk valamilyen formában van, a nyitás pártján van. Ti minek a pártján vagytok ezúttal?
én a logikus gondolkodás pártján vagyok, és ha ezeket a, és nem csak Magyarországon, úgyhogy ne értsetek félre, most kivételesen nem kizárólag a NER politikáját bírálom, hanem a politikusok azt a kényszert élik meg, hogy nekik produkálniuk kell azt, hogy ők a helyzet urai, ők intézkednek, és ez kollektíve általában úgy történik, hogy akkor tiltunk, bezárunk, korlátozunk, terelünk, stb. Függetlenül attól, hogy ezek logikus lépések vagy nem. Pontosan leméltem a saját sorsomon, tegnap előtt el kellett mennem a határúti bevásárló központba, mindegy, hogy miért, volt egy találkozó, és arra gondoltunk a feleségem, hogy ha már itt vagyunk, az Interspárban gyorsan bevásárolunk, és hétvégére meg lesznek a dolgok. Felmegyünk az Interspárban, ember-ember hátán, egymás nyakán lihegnek az tömegek, és már mindenki stresszben van, mert a hangos bemondó közli, hogy hát fél óra múlva bezárunk 7 órakor, tehát 7 óra 00, akkor senki nem lehet már az üzletben. Gyerekeket rángatják, a szülők, babakocsik gurulnak jobbra-balra, őrült tömeg, kész. Mi történik? Vége a munkahelyi időnek, berohan a gyerekér, suliba, bőrcsibe, elmegy gyorsan bevásárolni, be van szorítva hétig, mint az áll, mindenki ott van egymás hegyén hátán, iszonyatos tömegbe, majd rohan, hogy 8-ig hazérjen meg, de büntessék. És ez mire jó? És közben nem mehetsz be egy kávét meginni egy zárt helyre se. Szóval, hogy nem logikus. Tehát úgy vagyok vele, hogy... Várjál, vagyis te a nyitás pártján vagy. Én egyébként az óvatos és a nagyon megfontolt és nagyon biztonságos nyitás pártján vagyok, és ahogy hogyha a Lidl-be be lehet járni 10 000-vel, akkor tessék engem beengedni a színházba. Ahogy a megkérdezettek 75%-a is. Ezt én nem is láttam egyébként, igen. Gyuri? Hát, ha úgy nagy általánosságban nézzük, akkor nem állok a nyitás pártján. Ha konkrétan nem is annyira Magyarországon, hanem úgy egyáltalán a világban, akkor az óvatos, megfontolt nyitás pártján igen. Miért mondom azt, hogy általában nem? Azért, mert ha körülnézünk, akkor azok az országok kezelték legjobban ezt a járványt, amelyek a lehető legszigorúbban léptek föl a kezdet kezdetétől. És most nem csak Kínáról beszélek, ahonnét az egész kiindult, és ahol az első hetekben vagy hónapokban egészen drámai képsorokat láttunk, még a diktatórikus Kínából is láttuk, ahogy egymás után húzzák föl a szükségkórházakat, és hogy teljesen elnéptelenednek a 10 milliós nagyvárosok, és így tovább. De Kína a drasztikus lépésekkel, zárásokkal elérte, hogy jóval kevesebben betegedtek meg, és jóval kevesebben haltak meg, mint például Magyarországon. Ott 1,5 milliárd ember lakik, itt nem egészen 10 millió. És mégis Magyarországon 3-szor többen haltak meg, mint Kínában. De jó, azt lehet mondani, hogy a kínai adatokat hisszük, ha látjuk, de hát nem látjuk, mert eltitkolják előlünk. Igen, ám csak, hogy számos más ázsiai ország, amelyik hasonló módon lépett föl, Tajvántól Dél-Koreáig, jóval eredményesebben kezelte ezt a járványt, kevesebben fertőződtek meg, amint kialakult egy-egy fertőzésgóc, azonnal lecsaptak, lezártak nagyobb területeket, városrészeket, városokat, és az eredmény gazdaságilag is, egészségügyileg jobb lett. És hogy mondjak, nyugati típusú rendszert, Ausztrália vagy Új-Zéland, persze ezek nagy szigetországok, viszonylag könnyebb ott lezárni, mint mondjuk Európában. De azért mégsem annyira könnyű, mert Melbourneben is, Sydneyben is, Brisbaneben is, máshogy is, nagyon sokan dühöngtek az emberek, hogy mi az, hogy nem mehetek ki, mi az, hogy nem csinálhatom ezt és nem csinálhatom azt, és mégis, amikor például Melbourneben néhány hónapja fellángolni látszott a járvány, messze nem annyira, mint itt Európában, néhány hónapnyi szinte totális zárás meghozta az eredményt, és manapság Ausztráliában naponta 5-6 újabb fertőzés van, az is gyakorlatilag külföldről van behozva. Vagyis az eredmény jobb, Európa és az Egyesült Államok, meg a világ számos más országa ebből a szempontból bukott. És hogy egy mondat erejéig visszatérjek oda, hogy mégis miért mondom, hogy megfontoltan lehetne nyitni, mert az abszurdum, hogy mondjuk az üzemi étkezdében nyugodtan összeülhet, egymás mellé ülhet, fél órán keresztül mondjuk néhány tucat vagy néhány száz ember, egy étteremben pedig szigorú szabályok szerint egymástól gondosan elválasztva. Nem. Én azt gondolom, hogy ilyen dolgokban, vagy például múzeumok kinyitásában lehetne változtatni, könyvtárak kinyitásában, csak éppen
valamit gondolkodni kell, és ennek megfelelően dönteni. Annyit szeretnék ezt még hozzátenni, most megnéztem, hogy Ausztrália hogy áll COVID tekintetben, vagy a COVID tekintetében. Az összes eset mondjuk 2020 márciusától, vagy februárjától 28.848 volt. És elhunyt 909 ember összesen. És Magyarországon és meg 370 valahány ezer fertőzött, és több mint 13 ezer haltak meg. Új-Zéland egy kicsit jobban áll, mint Ausztrália. Az összes eset volt 2315, a gyógyultak 2228, és összesen 25-en hunytak el. Szóval, de hát vannak ellenpéldák. Igen, de Új-Zéland lezárta magát, és Ausztrália is, olyannyira, hogy nem lehetett levelet sem küldeni Ausztráliába, és Új-Zélandra. Nagy-Britanniában borzalmas szigorú zárások voltak, heteken keresztül semmi eredménye egy nem volt. Egy darabig nem volt. Elképesztően terjedt, és két napja jelent meg egy kutatás, ami nagyon megdöbbentő volt. Ez talán azt mutatja, hogy ez a vírus egészen másképp viselkedik, mint ahogy eddig ezt az orvosok tudták, meg gondolták. Kimutatták, hogy a tömegközlekedési járműveken nincs fertőzés. És ezt senki nem érti, hogy ez hogy lehet. Hát, vagy legalábbis nem olyan mértékű, teljesen elenyésző. Pedig azt gondoltuk, hogy ott aztán, hát ugye. Mondom az adatot az Egyesült Királyságból. Na? Az összes eset 3.910.000. Döbbenetes. Elhunytak 111.000. Igen. Na most viszonyítsuk ezt Magyarországhoz, itt több mint 13 ezeren haltak meg, hát és most, a Nagy-Britanniában 70-valány millióan laknak, tehát ezt be kell szorozni héttel, ami itt van. Tehát majdnem ott vagyunk, de egy kicsit lemaradva az USA-tól, mert nálunk akkor 91. Lenne. Ha 71 millióan lennénk. Mint az angolok. Igen. Akkor, hogy összevessem még itt vagy a hallgatókat, megbolondítsuk még tovább néhány számmal. Magyarország az egész világon a 10-11. Legrosszabb a halálozások arányszámában. Vagyis 1 millió lakosra vetítve itt nálunk meghaltak 1350-en, Nagy-Britanniában többen, ott 1600 fölött van, az Egyesült Államokban 1400 fölött, Belgiumban talán az a legrosszabb 1800 fölött. Meg Hollandia. De az biztos, hogy ez a néhány ország, Csehország is itt van, Spanyolország, Olaszország, után Magyarország, Portugália, és lényegében 10-11-ek vagyunk, még olyan országok vannak előttünk, mint Észak-Macedónia, Montenegro, Bosznia, Hercegovina, Szlovénia. Ezek az európai, kisebb-nagyobb európai országok rosszul teljesítettek. És a furcsa, amit mondok, nem tudom, hogy persze mit kezdjünk vele, mindenesetre tegnap itt volt a cseh miniszterelnök, hát ha megmondta Orbán Viktornak, hogy miért van ez így, de a világ legfertőzöttebb országa, 100 vagy 1 millió lakosra a legtöbb fertőzés Csehországban történt. És bár próbálkoznak szigorú lezárásokkal, még mindig naponta 8000 fölött van az új fertőzések száma. Úgyhogy valóban nem lehet tudni pontosan, hogy mi a megoldás? Valószínűleg a kapkodó, egyszer lezárok, egyszer engedek, ez a legrosszabb. Gyuri, szerinted benne van ebbe az emelkedésben? Magyarországon iszonyúan elburjázott a koronavírus novemberben, decemberben, januárban. Hogy emlékszel, hogy itt akkor is folytak a foci meccsek nézők előtt, amikor az egész világon már sehol nem volt, semmilyen volt foci meccs. Itt még akkor is azért rendezték a szuperkupa döntőt itt, mert sehol a világon nem lehetett volna máshol megrendezni. Na most ez bűncselekmény, az én véleményem szerint. Legalábbis a társadalommal szemben elkövetett bűn. Ezt olyan egyszerűen meg lehet úszni? Nem börtönbüntetésre vagy valami retorzióra gondolok. Tőlem kérdezed? Igen. Hát a bűn és a bűncselekmény nem ugyanaz. A bűnt nem mindig követi bűnhődés, a bűncselekményt, hát az sem mindig követi ítélet, de ott legalább megvannak a jogi alapjai. Ezt jogilag valószínűleg nehéz bebizonyítani, de igazad van, szerintem is elkéstek azzal, méghozzá politikai és egyéb okokból, hogy szigorítsanak a rendszeren és lezárjanak. Nem merték megtenni, lényegében be is vallották, a gazdaság miatt akarták tovább nyitva tartani a rendszert. Hát ez kamu.
A foci meccs jelentette a gazdaságot, hogy a Népstadionba mentek hát az emberek. Az a hobbi volt. Igen, az volt a hobbi része. De a saját hobbija miatt esetleg emberek haltak meg. Hát azt mondták, hogy nem mutatható ki a... De. Nem volt kimutatható, hogy ez egy gócpont, egy fertőzőgő gócpont lett volna a stadion, és erre mindig az a ellenvetés, amivel én többnyire egyet szoktam érteni. Felnőtt ember el tudja dönteni, hogy elvállalja azt a kockázatot, hogy elmegy egy meccsre, vagy nem. Szerintem meg nem tudja eldönteni. Hát akkor nem dönti el. Hát akkor felelőtlen magával szemben. Ez csinál? Igaz, de hát egy akkor... csomó országban nem appellálnak arra, hogy felnőtt ember el tudja dönteni, hogy elmegye a kocsmába, az étterembe, a bulira, a Super Bowl döntőre, ugye, ami holnap lesz, hanem nem szabad elmenni oda, be van zárva. Tilos ide bemenni, tilos ott gyülekezni, stb. Ott is felnőtt emberek laknak Amerikában, nem? Olyanok, akik el tudják dönteni azt, hogy mi legyen. Ebbe maradtunk, és szerintem ez a reális sajnos, hogy nem tudjuk igazából, hogy mi a jó módszer. A nagyon drasztikus zárások gazdasági csődhöz vezetnek, a nagyon liberális nyitások tömeges fertőzésekhez vezetnek. A középutat senki nem nagyon találta meg, vagy szerencséje volt, és megtalálta. Nem tudom, hogy ki az, aki ebben eléggé okos tud lenni. E pillanatban kevés a tapasztalat, az igazság. Én nem vagyok elég okos, de vitatkoznom kell veled, Péter, no. Mert egyrészt ez a, persze az embereket tekintsük felnőttnek, el tudják dönteni, hogy vállalják-e maguk számára a kockázatot, vagy sem. Idáig stimmel. Csak ez egy olyan járvány, ahol ha ők vállalják is a kockázatot, azt a kockázatot már nem tudják sem ők felmérni, sem mások, viszont a kockázat létezik, hogy megfertőznek másokat, akik esetleg belehalnak a betegségbe. Tehát az ő akár felelőtlen kockázatvállalásuk nem csak saját magukat sújtja, hanem abban teljesen ártatlan mondjuk társukat, barátjukat, családtagjukat, ismeretleneket. Ezért aztán az államoknak meg kellett hozniuk, és mindenütt meg is hoztak kisebb, nagyobb vagy totális korlátozó intézkedéseket. Ez az egyik, ami miatt vitatkozom veled, a másik pedig, hogy nem tudjuk, hogy mi a jó. Arra próbáltam az előbb rávilágítani, hogy de tudjuk, lehet, hogy Európa ezt nem volt képes társadalmi és politikai okokból követni, amit számos ázsiai ország és Ausztria, Új-Zéland mások követtek, de ennek a gazdasági következményei szintén jók. Kína lendületesen, ha nem is annyira, mint 2019-ben, de lendületesen fejlődött 2020-ban is. Egész Európa visszaesett 5-6-7%-kal. Az Egyesült Államok gazdasága visszaesett. Kínáé nem. Kína növekszik. És lényegében ez a tendencia látható minden olyan országban, ahol szigorú lezárás volt, de a gazdaság működni tudott. Még mondok egy országot, ami érdekes, Vietnám. Vietnámban összesen, ha hihetünk a számoknak, mert Vietnám is egy furcsa ország, vegyük úgy, 1976 eset volt összesen, és 35-en hunytak el. És alattunk egy vietnámi házaspár vezet egy boltot, és az egész családja otthon van, és megkérdeztem tőle, hogy mi a helyzet a vírussal. Azt mondja, hogy hát fegyelmezettek az emberek, mindenki tudja, hogy mi a kockázat, de az élet nem állt meg. Igen, de azt lehet mondani, hogy Vietnám is egy kommunista típusú diktatúra, mint Kína, vagy elhisszük, vagy nem, de higgyük el természetesen alapvetően. Lehet, hogy néhány száz, vagy néhány ezer ide vagy oda, alapvetően a nagyon jó számok biztos igazak. Ha nem így lenne, az kiderülne még ott is. De Tajvan mégiscsak egy kapitalista rendszer, és ott összesen 923-an betegedtek meg, és összesen 9-en haltak meg. Ugyanolyan szigorú elzárással, de a gazdaság működésével. Nem tudom, hogy ennek mennyi, mi köze van az előző ehhez a témához, amit éppen most magunk mögött hagyunk. Összeadva jobban áll az ellenzék, de megállt a kormánypártok visszaesése a Republikon intézet felmérése szerint. Ami egy kicsit furcsa, hogyha figyelembe vesszük a magyarországi, mondjuk koronavírusos adatokat. Ehhez ti mit szóltok? Az 1000 fő telefonos megkérdezésen alapuló felmérés január 14 és 21-e között készült.
Ezek szerint a Fidesz KDNP-t 30%, a DK-t 11%. Szerintem az összeösszesítést mond az 9% érdekes. Támogatja, a Jobbik és az MSZP 6-6%-on, a Párbeszéd 2-nál, az LMP lett a 1%-kal áll az LMP. 33% bizonytalan. A biztos pártválasztók között 46% a kormánypárt támogatottsága, a DK-t 16, a Momentumot 13% választaná. A Jobbik MSZP duó 8%-ot kapott, a Párbeszéd 3-at, az LMP, MKKP, Mi Hazánk pedig 2-t. Ebben akkor bízhat az Orbán Viktor, hogy az ő színrelépése és ezek a utóbbi 1-2 hétben tett lépései, ezek elfeledtetik az emberekkel, hogy mit tett mondjuk szeptemberben vagy augusztusban? Ha bízhat benne, én szerintem, hogy az emberek nagyon gyorsan felejtenek mindent, és ő erre épít, és nem is törekszik arra, hogy következetes legyen. Ő a pillanatot nagyon jól uralja, de már az közhelyszerű, szinte minden kutató ezt mondja. A kérdésem inkább az hozzátok, hogy értelmes összeadni egyébként külön-külön az egyes ellenzéki pártokra jutó támogatottsági számokat, mert ez olyan nagyon mechanikus összegzés, de ez nem biztos, hogy valójában kiadna egy valós számot. Hát hogyha arról van szó, hogy ez a 6 párt együtt lép föl, ez nagyon jó ötlet és fontos, de hogy a külön megmért támogatottsági adataikat matematikailag összegezzük, az mennyire reális, Gyuri, szerintem? Egy pillanat még ahhoz, hogy tegyem hozzá, hogy nem tudjuk, hogy a Republikon hogyan kérdezte meg az embereket. Ja, hát ez ráadásul... Tehát ez attól függ a te kérdésed, kérdésfeltevéstől, hogy hogyan kérdezték. Igen. De a Republikon pártonként kimutat támogatást és összeadja. Igen. Mit szólsz ehhez, igen, Gyuri? Én ma már nem csinálnék úgy közvéleménykutatást, hogy a párt népszerűségeken kívül, vagy azok mérésén kívül nem teszem fel azt a kérdést, hogyan szavazna, hogyha a Fidesszel szemben ez a 6 párt, a Demokratikus Ellenzéki Szövetség, amelyik deklaráltan együtt akar indulni, lépne föl. És akkor mérném még az ezen kívül álló kutyapártot, meg a Mi Hazánk mozgalmat, de a 6 pártot, amelyik megegyezett egymással, demokratikus ellen, vagy demokrata ellenzéki szövetségként kérdezném meg. És ez valóban reálisabb képet mutatna, mert bár alapvetően mindegyik közvéleménykutató azt mondja, hogy a választók többsége már túl van azon, hogy én ezzel nem vagyok hajlandó, amarra nem vagyok hajlandó szavazni, és ezért nem szabad összeadni az ellenzéki pártokra eső szavazatokat, virtuális szavazatokat, mert azt mondják, hogy lényegében ez az ellenállás, ez a távolságtartás már megszűnt, már a Gyurcsányfóbia is lényegében megszűnt. A Jobbikos hajlandó DK-sra, a DK-s Jobbikosra szavazni. De ha ez így van, és létezik egy ellenzéki szövetség a maga valójában, akkor mostantól föl kell tenni azt a kérdést is. És azon belül persze pártonként is meg lehet mérni, hogy na, mégis ezek között, a pártok között milyenek az erőviszonyok. De azt hiszem alapvetően, hogy össze lehet adni, és nagyjából azt mutatná, végül is nagyjából mindegyik közvéleménykutatás ezt jelzi, hogy az ellenzék valamennyivel erősebb összeadva, mint a Fidesz. Úgyhogy lehet, hogy ebben a hónapban Orbán Viktor megnyugodhatott, de szerintem ideges. Én ebben teljesen egyetértek, szerintem is, igen, így van. Az egyébként, hogy megállt a népszerűség csökkenése, egy mérés, nem mérés. Én se hiszem el. Az a helyzet, és az igaz, hogy olyan nagyon nem hiszem, van egyféle apátia, inkább legyintenek rá, de valahogy egy inflexiós ponton túl van az Orbán népszerűség alakulása véleményem szerint. Mindent eljátszott. Minden szerepet eljátszott, minden egyes választói csoportjára ügyesen rájátszott, vagy nem ügyesen, de ígéretekkel, fenyegetésekkel, hol ezzel, hol az, mindent kimerített, az ott a tárházában szerintem most már csak az ismétlések jönnek. Én szerintem az Orbánra azért figyelni kell, mert egyrészt egy tehetséges politikus, sajnos, és a tehetségét hát tudjuk mire használja, hát vagyongyarapodásra, és a legjobb barátja, vagy a legrégebbi barátja lett az ország leggazdagabb embere, és van még neki szerintem egy pár dolog a tarsójában, attól tartok.
Szerintem az a jó neki, hogy van járvány, mert ez a téma, ez ügyesen tematizálható. Ha megszűnne a járvány, neki megint keresnie kellene, és én arra értettem, hogy már nagyon nem talál újat. Hát igen, a Soros is eltűnt. De, persze. Igen. De tudjátok, mit talál? No. Pénzt. Hát igen. És ez a lényeg. Azt viszont igen. És hála az Európai Uniónak, köszönjük előtt meg nagyszerűen. Szóval az Európai Unió annyi pénzt ad itt a következő években válságkezelésre, hogy Orbán Viktor még egy ilyen súlyos gazdasági válságból is úgy jöhet ki, hogy hát ezt a magyar nép meg se érzi. Hát jó, vannak ilyen problémák, mint az éttermesek, vendéglátósok, turizmusból élők, de hát majd valahogy túlsegítjük őket, meg különben is majd nyárra rend lesz, visszaáll minden, és mire jövő tavasszal eljutunk a választásokig, mindenki azt fogja érezni, hogy hát itt van pénz, hát mi a probléma? Kicsit eladósodott az ország, na de mit számít az? Az ellenzékből egy bizonyos Orbán Viktor úgyse fogja állandóan gyapálni a kormányt, amelyet Orbán Viktor vezet, hogy hogy eladósította az országot. Azért adósította el, mert az nekünk jó. És akkor onnantól kezdve meg lesz magyarázva minden. Az emberek többsége pedig lehet, hogy nem fogja érezni a válságot és a rossz válságkezelést. Pláne úgy, hogy azért módosította a stratégián Orbán Viktor, és most már cash-t is ad az embereknek, mert hogy a vendéglátósok előfinanszírozásban részesülnek utófinanszírozás helyett. Ami most az azért a kérdés, hogy ez azért van, mert valóban elkezdtek tiltakozni, és az Orbánik úgy mérték fel, hogy nem érdemes megvárni, hogy dagadjon ez igen, a protest. Igen, vagy pedig ez ki volt számítva, hogy kicsit pattodok, akkor majd úgy is adunk nekik. Ők mindent megmérnek, ezt tudjuk már. Igen. Így vagy úgy, tehát vagy jól, vagy rosszul, de itt azért azt hiszem egyértelmű volt a demonstráció után is, meg alatt is, hogy nem kesztelenség, vagy ellenzékiség, vagy valami ilyesmi, egyszerűen elfogyott az összes pénzük. És ezek után vagy elmennek lopni, vagy kimennek az utcára kiabálni. Ezt nem hiszem, hogy meg akarta várni Orbán Viktor. És az volt a megdöbbentő, hogy szemben az egész fejlett világgal a múlt év tavaszától, nyarától kezdve, de mondjuk tavasztól kezdve, amikor már itt volt a járvány, meg is ijedtünk tőle, és természetesen leállt az idegenforgalom, a vendéglátás. Nem arra koncentrált a kormány, hogy ezeket a közvetlenül bajba kerülő állásukat, munkájukat vesztő embereken segítsen, tehát például a munkanélküli segélyt hosszabbítsa meg 3 hónapról 6-ra vagy 9-re, ki tudja, meddig tart ez a válság, akkor még nem lehetett tudni. Nem úgy segített rajtuk, hogy azonnal állta a fizetésük 75-80%-át, hanem bonyolultan, nehézkesen, lassan, körülményesen, mint most kiderült, még hónapokkal később sem kapták meg a pénzt egészen mostanáig. Ellenben a sajátjaikat, a tulajdonosaikat, a nagy tulajdonosaikat 10 és 10 milliárdokkal segítették ki, vagyis abszolút felelőtlenül és önző módon használták a válságot ürügyként arra, hogy bizonyos embereket megsegítsenek, az igazán bajban lévőket pedig nem. Hogy ez miért volt jó nekik, és miért nem lett ennek nagyobb visszhangja, méghozzá negatív visszhangja, miért nem ment ennek a néhány száz ezer embernek a hangja messzebbre, miért nem keseredtek el jobban, ezt nem tudom, nyilván mindenkinek voltak egyéni túlélési stratégiái, és nem a nagy politikai összefüggésekben gondolkodott. És még volna egy apróság, ami azért nem annyira apróság, ugye amikor elvették az önkormányzatoknak a különböző bevételeit, mindenfélét, akkor azt mondta az Orbán Viktor, hogy a 20 ezer fő alatti városok azok automatikusan kapnak valamifajta egalizálás, kiegyenlítést, ami hogy tudjanak működni, és az a fölötti városoknak a vezetőivel leül tárgyalni. Ebből az lett, hogy minden kormánypárti város, mármint hogy a polgármester, illetve a választások alapján kiderült, 1,2 milliárdot kapott talán, és az ellenzéki városok egy fillért se. Ez mi?
Tehát ez hát tényleg már ez az. Az alja mindennek, hát vagy a teteje az, mindennek. Ez az, ez a NER, hát persze. Hát egy haza nem lehet ellenzékben, című mondat óta az ország ketté van vágva, egyik fele nem számít számunkra, a másik fele az fontos, és az alapján mi mindig is tudunk választást nyerni, mondja a recept, az kész. Gyuri, ez mit szólsz? A mondást úgy kell megváltoztatni, hogy senki nem lehet ellenzékben. Aki mégis megpróbálja, az kinyíri. Igen. Lász Szász János elleni ma reggel, tegnapi, mikor volt a házkutatás? Hát most már ott tegnapi. Tartunk. Most már ott ja, tényleg, tartunk. Ehhez mit szóltok most a ott tartunk, hogy egy Pityáner-Tyúkpert szintjén sem lévő jogi vitában egy olyan nem erődemonstráció. Tudjuk, hogy mi ez a jogi vita? Hát amit a ügyvédje mondott, az azt mondta, hogy egy olyan lényegtelen, de annyira alacsony szintű cselekményről van szó, ami elképzelhetetlen, hogy ilyen reakciót váltson ki egy hatóságból. Ezt mondta az ügyvéd. És köze lehet ennek ahhoz, hogy Szász János egyébként elég későn, most januárban lépett ki a Színház és Filmművészeti Egyetem kötelékeiből. Miért a bosszú eddig nem működött? Nem működött, hogyha valaki szembefordult, az valamilyen módon megpróbálta a hatóság üldözni, bosszút állni rajta, kezdve az ökoszt alapítványtól, amikor elkezdődött a civil mozgalmak elleni vegzálás. Hát ez az eszköz itt van. Hát éltek vele az elmúlt évtizedben a fideszesek. Rátküldi, kész, vegzál. Aztán utána mossák kezeket. Jogilag védhető. Hajnalban kimennek a Szász János. Igen, igen, igen. Egy Raheldi... Aki egyébként egy dokumentumfilmet forgat a fantasztikus a magyar sikerről. Ami ikreknek az, és összenőtt ikrek szétválasztásáról. És a Csókai Andrásék kiadtak egy szolidaritási nyilatkozatot, hogy jóba vannak a Szász Jánosra, és nem értik, hogy milyen hatósági fellépés van, és miért, és nagyon-nagyon elítéli. Ezt. Pedig azt hihetné egy kívülálló, hogy itt a Csókai kavarja hátulról, mert hogy jó viszonyban van a kormánypárttal, illetve Orbán Viktorral. Nem, Csókai nagyon tisztességes nyilatkozatát olvastam valamelyik portálon, azt mondta, hogy ők nagyon jó viszonyban vannak, és nem is értik ezt az egészet. Hogy mit Na most az ember nem tud nem rosszra gondolni bármilyen olyan ügyben, aminek lehet politikai vonatkozása, és nem tudjuk természetesen, mi van a háttérben, de azért itt van egy jogi vita ennek a Csókai által is fémjelzett közhasznú alapítványnak és Szász Jánosnak a közös filmkészítése ügyében. Hogy pontosan miről folyik, zajlik ez a vita, milyen személyes adattal való visszaélés, esetleg más lehetséges bűncselekmény van mögötte, ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy itt formailag nem a kormány avatkozott be Szász János magánéletébe, hanem ez az alapítvány, amelyiknek van egy másik arca is, nem csak Csókai András, hanem egy Pataki Gergely nevű plasztikai sebész, és ők is kiadtak egy nyilatkozatot, és lényegében azt erősítették meg, hogy a vitát, a jogvitát a különböző rendelkezésre álló jogszabályi keretek között folytatják le. Na most ezek között a jogszabályi keretek között nyilván ott van az is, hogy följelentést tesznek a rendőrségen, vagy az ügyészségen, hogy Szász János szerintük ilyen vagy olyan bűncselekményt követett el, és az ügyészség vagy a rendőrség úgy gondolja, hogy na, hát ezt tényleg meg kell nézni. Ki kell menni reggel 6-kor a filmrendező úr lakásába, és ott fegyveres rendőröknek, persze szigorúan védve őket, ilyen mindenféle védőruhákban, amiket a Covid kórházakban viselnek az orvosok, ápolók. Na, ott órákon keresztül, fél napon keresztül kutakodniuk kell, le kell foglalniuk mindent. De ennek a jogi háttere az a valóban minden bizonnyal létező, senki által nem tagadott jogi, vagy ki tudja milyen vita, az alapítvány és Szász János között. Hogy miért fajulhatott idáig? Hát, ez az, amit nem tudunk. Azért, de tudjuk, azért, mert nem a mi kutyánk kölyke. Tehát Szász János ellen bármilyen ilyen atrocitás elképzelhető, mert hogy nem tartozik a Fidesz berkeibe, és ráadásul még itt ebben a színi ügyben is obstruált. Szóval ez nem tetszik nekünk. Akkor csapjunk oda, mondhatta valaki, aki egyébként fideszes, és mondjuk rendőrtisztviselő. Ezt nem tudjuk, lehetséges, azért mondom, hogy nem tudok gondolni. Ez egy spekuláció volt a részemből.
mert ebben a rendszerben ilyenek is megtörténhetnek, kétségtelenül. De azért Szász János nem az a tipikus Fidesszel szemben álló első perctől nem is egy könnyű ember, azt még hozzátenném. Művész volt, hanem például olyan, aki a legutóbbi időkig rendezett, a Vidnyánszky vezette Nemzeti Színházban. Vagy aki Andy Vajnával jóban volt, filmeket csinált, filmtervei voltak, hát amíg Vajna halála után el nem üldözték onnét. És ő sem az elsők között távozott a Színház és Filmművészeti Egyetemről, hanem csak néhány hete, igaz, azzal a jelentőségteljes mondattal, hogy úgy érezte magát, mintha katonai hunta vette volna át a hatalmat, és lehet, hogy tőle éppen ezért jobban fáj a kritika. És akkor az, talán ez az utolsó téma, mert nagyon a vége felé járunk a műsoridőnek. Újra előkerült a Turul ügy, mégpedig annak kapcsán, hogy a 444 készített egy filmet Gyilkosok emlékműve címmel, egy dokumentumfilmet, amelyben hát a környéknek a 44-45-ben történt súlyos bűncselekményeiről van szó. És hát ez az egész ügy érinti keményen Pokorni Zoltánt, aki bement mindenhová elmondani azt, hogy tulajdonképpen miért tartja fontosnak, hogy ott maradjon ez az emlékmű, ne nevezzék át első világháborús emlékművé, hanem maradjon ott, és valamilyen módon szimbolizálja azt, amit a magyar történetben történt, az arra hivatkozott, hogy nem csak nyilasok voltak, akik a Turullal kapcsolatban valami fajta kapcsolatot éreztek, hanem voltak becsületes emberek is, akiknek semmi köze nem volt a nyilasok által elkövetett bűnököd, és a magyar történelemben a Turul a számtalanszor előjön, és nem a rosszat szimbolizálja. Ezzel az érveléssel ti hogy vagytok? Mert ezt mondta Pokornikát. Én nagyon rövid leszek, és átadom a szót, mert tényleg nagyon kevés időm, arcátlan, pofátlan, mocskos, aljas. Mennyi ez az érvelés? Gyuri? Hűha, itt nehéz helyzetbe hozzom, mert te ilyen könnyen elintézed a dolgot, intézzem el én bonyolultabban és hosszabban. Jó, először induljunk ki abból, hogy Pokorni valóban nehéz személyes helyzetben volt és van. Ezzel együtt azt mondom, hogy miután kiderült, legalábbis a nyilvánosság előtt, és tegyük föl jó hiszeműen, hogy számára is személyesen, hogy a nagyapja nyilas tömeggyilkos volt, onnantól kezdve neki már csak egy útja lett volna. És ő helyett az egy világos út helyett mindenféle bonyolult, megkerülő utakat keresett, történészbizottságot, ilyen javaslatot, amolyan javaslatot, majd a végén, amikor szavazásra került sor az önkormányzati képviselőtestületi ülésen, akkor kivonom magam belőle, mert ez engem személyesen annyira érint, és most előjön azzal, hogy mégse vigyék el a szobrot, maradjon egy madárszobor. Na szóval annyi itt az ilyen óvatoskodó és csak politikailag értelmezhető, mégpedig a hátát fedező, politikailag a hátát fedező taktikázás, téblábolás, ide-oda simlizés, hogy lehet, hogy az a megfelelő, amit a Péter mondott röviden, de bonyolultabban azért mondtam el, mert értem én, lényegében az ő politikai sorsa, vagy a politikai jövője szűnik meg úgy, ahogy még a, úgy, ahogy van, még annak a kerületi polgármesterségnek az esélye is elúszik, hogyha ő itt egyértelműen kimáll amellett, hogy vigyék el ezt a szobrot, ez nem ide való, ezzel meggyalázták a kerületi és egyáltalán az ország világháborús áldozatainak emlékét, ehhez nem adhatjuk a nevünket, nem adhatjuk a terünket. Ezt nem merte kimondani, és ez sajnos politikai bűn is, és hiba is. Mert hogy egyre távolodva 44-45-től elfogadhatóbbá válik az a történelmi esemény, ami itt zajlott Magyarországon akkoriban? Nem válik elfogadhatóbbá természetesen, csak hát láttuk, ezt a filmből nem is láttuk, számomra. A 444 remek filmjéből, meg tudjuk is, hát emlékszünk rá, hogy micsoda mozgósító ereje volt ennek a szobornak,
mert azok az emberek, akik kiálltak mellette, oda mentek tüntetni Magyar Gárdától kezdve Vona Gáborig, ne felejtsük el őt se, azok mind tudták, hogy miről szól ez a szobor. Lehet, hogy nem tudták, hogy konkrétan nyilas tömeggyilkosok vannak-e oda fölvésve alája, a talapzatára, de hogy miről szól, mi az üzenete, mi a politikai üzenete, azt nagyon jól tudták. És ma is tudja a Fidesz is, meg Pokorni is természetesen, hogyha lebontatná a szobrot, akkor a magyar szélsőjobb ugyanúgy mozgósítva lenne, és elindulna, és talán a Fidesz ellen fordulna. Na ez az, amit nem mer, és nem mernek megkockáztatni. Mert hogy sokan vannak, az biztos, csak egy apróság. Tegnap azt is a 444 fedezte föl, hogy a Szijjártó a Facebook oldalára kitette gyanútlanul, hogy találkoztam a Rothschild bankház néhány képviselőivel, és milyen jó tárgyalásokat folytattunk. Erre jöttek a kommentek, nem tudom én mennyi, de rengeteget idéz belőle a 444, hát az a tipikus, nem kimondottan zsidózó, hanem körmönfontan, áttételesen, kódszavakon keresztül, de legdurvább zsidózás, és Szijjártót küldték el a fenébe, hogy ilyenekkel leül tárgyalni, mit képzel ez. Vagyis a Fidesz támogató körében is ott van ez a nem kimondott, de mélyen megbúvó antiszemitizmus, ami abban a pillanatban föllángol, ha egy Rothschilddal ülnek le tárgyalni, és abban a pillanatban föllángolna, ha a turult elvinnék a helyéről. Igen, de most én a Pétertől kérdezném azt, aki már régóta meg szeretne ebben a dologban szólalni, hogy az a logika elfogadható-e, hogy a turulmadár az azt megelőzően, tehát 44-et vagy 45-öt megelőzően, hát csupa jó ügy mellett volt, hát sajnos a nyilasokhoz egy kicsit tapad ez a szimbólum, de előtte azért volt sok becsületes ember, akik egyébként semmilyen bűnt nem követtek el. De ennek a kvázi, ennek az érvelésnek az ellentetje, vagy a cáfolata az az, hogy itt van a szvasztika, a horogkereszt, ami ugye Indiában, illetve a Távol-Keleten a mai napig egy díszítő elem, mert különböző vallásokhoz kapcsolódik. Európában ezt eltörölték a nácik. Senki nem veszi elő. Hiába volt régen egy nagyon jó jelkép, ma már nem az, hanem egészen mást jelent. Péter? Hát ezzel én abszolút egyetértek. Akkor csak egy mondat, amit Kovács Gergő, a Kvétfaj Kukutyapártnak az elnöke mondott, hogy ja, hogy akkor maradjon ott egy madárszobor, ez nagyon jó, mert akkor kis cinkeszobrot is oda lehet rakni, madárszobor parkot kellene létesíteni. A másik pedig az, hogy ez a történelmi eufemizmus, hazudozás, kerülgetés, amit Bolgár György nagyon szépen leírt, hogy tényleg Pokorni milyen utat járt meg ebben a dologgal, ez nem vezet sehova. Ez csak oda vezet. Akárhogy is, hogy azok, akiknek a kedvébe akar járni, azok fogják egyszer zavarni őt is. Köszönöm szépen, Gyuri, hogy velünk voltál, illetve Péter, neked is köszönöm. Köszönöm szépen. Nekem már nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsúzzak önöktől. Kemény Dániel és a szerkesztő Herkoskovics Eszter nevében is. Neumann Gábort hallották.